9 millió forintos kártérítést kell fizetnie a MOL Zrt-nek az elsőfokú nem jogerős ítélet szerint annak a kolontári házaspárnak, akik elvesztették otthonukat, és egyikük édesanyja meghalt a Vörösiszap katasztrófában. 4,5 éve 10 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek, és több száz ház pedig lakhatatlanná vált, amikor átszakadt a tározógátja. Egy friss bejelentés szerint a kormány 400 millió forintot különített el a kártérítésre. Ebből azon a 70-80 családon segítenének, akik többnyire a lakóhelyük elvesztése vagy sérüléseik okozta lelki traumák miatt perelnek. Vendégem a stúdióban Fuchs Adrien, az egyik károsult, vagyis jó estét kívánok! Üdvözlöm! Az ön édesanyjáikról van szó, akik Korontáron laktak. Igen. És ha jól tudom, akkor az ön nagymamája volt az, aki meghalt. Igen. Ebben a balesetben, a tragédiában. Milyen érzés önnek visszanézni ezeket a képeket ennyi év után? A mai napig borzasztó érzés látni ezeket a képeket, és összeszorul a szívünk, és ugyanazt átéljük, még mindig nem vagyunk túl ezen a traumán. Én úgy gondolom, ennyi idő elteltével sem. Ez a 9 millió forint, ez mire elég? És egyáltalán mi volt a céljuk akkor, amikor perre mentek? Amikor elindult ez a per, akkor még nem tudtuk, hogy állami kárenyhítés során házakat fogunk kapni, és az ingóságainkat is megtérítik. Ezért egy 46 millió forintos keresetet nyújtottunk be a bíróságra. Ahogy az állami kárenyhítés során megkaptuk az ingatlant és az ingóságokat, úgy folyamatosan kivettük ezeket a keresetből, és a vége ennyi maradt. Egy része vagyoni kár, egy része nem vagyoni kár. Mihez tudnak ezzel az összeggel kezdeni a szülei? Vissza tudnak menni a lakhelyükre? Ott laknak egyáltalán még? Nem, természetesen az otthonunkban nem tudtunk visszamenni, lebontották a mi házunkat is. Kolontáron 32 házat bontottak le, és 24 ház épült. Tehát nyitottak egy új utcát, és az állam segítségével ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni és megköszönni, hogy van hol laktunk, nyitottak nekünk egy új utcát, és építettek nekünk házakat. Ez a tragédia, azt gondolom, az önök életét teljes mértékben megpecsételte. Mi változott azóta? Mivel kénytelenek együtt élni? Mai napig ennek a tragédiának a jelei, úgymond az életünkre rányomták a bélyegét, ugyanis a poszttraumás stressz jelei, úgy gondolom, hogy bármelyikünkön, bármelyik károsultan, nem csak a mi családunkon, de még felelhetőek. Tehát a biztonságérzetünk nem jött úgy vissza. Nem tudunk úgy aludni. Édesapám például nem tud rendesen aludni. Hajnali 5-kor már felébredt. Sokkal kevésbé döntésképes, mint előtte. Az ingatlanok nem eladhatók. Azok, amik, nem tudom, ott termesztenek valamit, azok sem kellenek senkinek, ugye? Tehát meg lehet ott élni valamiből? Igen, minket nem csak az ingatlan tekintetében ért kár, ugyan nagymamámat is elveszítettük, de mi még ezen kívül mezőgazdasággal is foglalkoztunk. Nekünk egy 10 hektáros területünk és a Vörösiszap áradat alá került. 2012 elején mehettünk újra vissza a területre, egészen addig nem is léphettünk a földünkre rá, és most újra folyik rajta a termelés. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nem okozott különösebb problémát a termőterületen. Találkoztak a MOL Zrt. Bármelyik vezetőjével? Bocsánatot kért bárki nem, is önöktől? Nem. Én úgy érzem, hogy erkölcsi felelősségvállalás sem történt a részükről. Mire lenne szükségük? Egy bocsánat kérésre? Szerintem nagyon sokat másképp alakult volna, hogyha az ő kommunikációjuk a kezdettől fogva másképp, tehát máshogy nyilvánulnak meg. Már a sajtóban adott tájékoztatásuk, nyilatkozataik mind olyan jellegű volt, amiben a felelősség alól akartak kibújni. Ez alól nem sikerült. Ugye a közbenső ítélet is kimondta a felelősségüket, és én úgy érzem, hogy ezzel az elsőfokú ítélettel is ismét ki lett mondva az ő felelősségük. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és köszönöm az információkat. Köszönöm.